Hétköznap délelőttönként több mint 100 gyermek fordul meg a szombathelyi műjégpályán, annak a kezdeményezésnek a keretében, mely már 3 évtizedes múltra tekint vissza a Vasi megyeszékhelyen. A városi önkormányzat által biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőség óvodásokat, általános, valamint középiskolás tanulókat érint. Az akció nagyban enyhítheti az intézmények tornaterem gondjait. Tudjuk azt, hogy a feltételrendszere kettes-hármas ütközésű tornatermekre adódó gyerekeknél milyen fontos az, hogy ki tudnak jönni itt, természetes környezetben tudnak korcsolyázni, ez egy óriási dolog. Nem minden városban működik, hozzáteszem ezt, ilyen jól és flottul az egész. Volt persze nálunk is, mikor harcolni kellett érte, de megérte a küzdelmet. Az ovis gyerekek zöme még csak most ismerkedik a sportág alapjaival. Sokat esnek kellnek az apróságok, de ezt inkább jó mókának tekintik, nem pedig problémának. Remélhetőleg a későbbiekben állandó vendégei lesznek majd a sportlétesítménynek. Ez az első alkalom, és reméljük a második alkalomra is ez a létszám marad. Nem veszítik kedvüket, mert még azért sok a eső kellő kis gyerkőc, de én szerintem ez változni fog egy-két alkalom után. Az iskolás gyerekek számára hamarosan megkezdődnek a diákolimpia küzdelmei, korcsolya, valamint jégkorong sportágakban is. Ennek köszönhetően csütörtökönként akár komoly versenyeket, mérkőzéseket is lehet majd látni a szombathelyi műjégpályán.